valakik vették azt kell mondjam, a bátorságot, hogy készítsenek egy olyan kötetet 56-ról, ahol valamilyen módon egy képregényben megpróbálják összegyúrni mind azt a világot, ami ebből az amerikai hollywoodi mozik szuperhőseiből, ebből a kissé didaktikus, olykor bugyuta, de mégis az emberek szívéhez és lelkéhez szóló szuperhősökből álló világot jelenítenek meg, csak azzal a különbséggel, hogy miközben ennek a képregénynek az alakjai hordozzák a szuperhősök és a szuperhős történetek didaktikus, olykor hihetetlen, olykor meseszerű fordulatait, de közben mindvégig ott van a tudat, hogy ez mind a valóság. Képregényeknek azért az a megszokott dramaturgiája, hogy van egy hős, aki legyőzi az antagonistát, aki mindig maga a gonosz, aki itt is egy szovjet őrnagy áruhájába talán megjelenik, ő természetesen legyőzetik, és a végén a hős ugyanúgy, ahogy az összes rajzon mindig valahogy közösségben van. Legyen ez a pesti srácok közössége, Évával ez a forró szerelem, vagy legyen a végén az emlékezők közössége. Arra tettünk kísérletet Attilával, hogy valahol ezt az életérzést, ezt az 56-os életérzést hamis pátosz nélkül meséljük el. Hogy itt van egy Isti nevű volt ávós, aztán a szabadságharcosok oldalára áll. Ebből egyébként nem egy eset volt 56-ban. Sokan egyszerűen ott hagyták az állambiztonságot, és a felkelők szabadságharcosok oldalán harcoltak. Az egy más kérdés, hogy a történet során az ő sorsa másként alakul. Ő nem tudja elhagyni az országot, visszasimul a rendszerbe. De amikor helyzet van, tehát akkor helyén van a szíve. Én nagyon bízom benne, hogy egyrészt valóban elérjük a fiatalok szívét, és számukra is érzékelhetővé válik, hogy ebben a nevező posztheroikus kornak, tehát ahol a hősi helytállás nagyon sokszor nem tetszést vált ki, vagy egyáltalán egyfajta viszolygást, ott azért eljutunk oda, hogy vannak olyan helytállások, olyan teljesítmények, amelyek előtt igenis fejet kell hajtanunk. Amikor már megvolt a forgatókönyv, és tudtam, hogy melyek azok a helyszínek, ahol fog játszódni, hogy a Corvin köztől a Rókus kórházig kell az ikonikus jelenetben eljuttatni Angyalt és Ádámot. Elmentem a Corvin közhöz, végigfotóztam azt az útvonalat, ahogy én megtenném ezt. A Gábortól kapott és saját magam által is talált referenciák alapján építettem össze azt, hogy a mostani anyagból kiindul, vagy hogyan nézhetett ez ki 1956-ban, de rettentő élvezetes volt, és hát megrajzolni is. Azok a történelmi csomópontjai ennek a nemzetnek, amelyek gyakorlatilag 1000 éven keresztül megtartottak bennünket, legalább azokról kell, hogy legyen generációról generációra öröklődően valamiféle tudás, valamiféle hagyomány, mert ha ez elvész, akkor minden el fog veszni. És ebben a gondolatsorban kapott engem derékba ez a képregény, és mikor elolvastam, aztán még egyszer elolvastam, megnézegettem a képeket, akkor azt gondoltam, hogy ha egyáltalán a mai ifjúsághoz el lehet jutni 1956-tal, mint témával, akkor be kell látnom, hogy valószínűleg így lehet eljutni.